Gyöngykarkötőket osztott szét a Májva Virág Alapítványa a Józsa András Oktató Kórház Szülészet Nőgyógyászati Osztály fekvő betegeinek a méhnyakrák megelőzési hét alkalmából. Ezt az Egészségügyi Világszervezet minden évben meghirdeti, és az európai szintű kezdeményezés is erre az időpontra esik. A mozgalomhoz mintegy 70 település csatlakozott idén hazánkban, köztük Nyíregyháza is. A Védőnő Módszertani Tanszék is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, hiszen mi az országban először 6 éve elkezdtük a védőnőknek az oktatását a méhnyakszűrésnek a végrehajtására. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos téma, nagyon fontos terület, hiszen Magyarországon változatlanul évente körülbelül 400-an halnak meg ebben a betegségben, ami a szűrővizsgálattal megelőzhető lenne. A magyarországi statisztika azt mutatja, a HPV vírus okozta méhnyakrákkal diagnosztizált nők száma stagnál, évente mintegy 1200 az új betegek száma az elmúlt 10 év adatai alapján. A korai stádiumban felismert méhnyakrákot egy körülbelül 3-4 órás műtéttel meggyógyíthatják, ha pedig nagyon korai állapotban van, akkor akár egy 10 perces beavatkozás is elegendő. Ehhez azonban fontos részt venni a rendszeres szűrővizsgálatokon. Magyarországon kétféle szűrésről beszélünk. Van egy népegészségügyi szűrés, méhnyakszűrés, ezt minimum 3 évente kell végezni. Viszont ha egy hölgy, egy nő a saját egészségét és az életét veszi figyelembe, akkor azt mondjuk, hogy ha évente egyszer elmegy nőgyógyászati szűrés, ami nem csak a kis méhnyaknak, hanem a mellnek, méhnek, petefésznek a szűrésével is jár, akkor nagyon sokat segít magának azért, hogy a betegségek korán felismerjék, vagy épp a betegség előtt fel tudják ismerni. A méhnyakrák kialakulását az esetek 90%-ában meg lehet előzni a HPV elleni védőoltással. Ez hazánkban ingyenes a 12-13 éves lányok számára. A vakcinát a jogosultak 80%-a igényli évről évre. A méhnyakrák veszélye az is, hogy szinte teljesen tünetmentes betegség. Csak a legsúlyosabb állapotban okoz olyan egészségügyi problémát, amelyet felismerhetnek a nők.